A frissen kiírt önkormányzatokat, termelőket és erdőgazdálkodókat érintő pályázatok beadásának határideje márciusra várható, mondta el televíziónknak Kovács Lajos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal megyei kirendeltségének vezetője. Hozzátette, az élelmiszeripari feldolgozás, más néven ÉLIP területén változott a pályázati kiírás, így február 25-től fogadják be a pályázatokat. A tervezett 56 pályázati kiírásból mai napig 19 pályázati kiírás jelent meg. Ez mintegy 610 milliárd forint összeget takar. Jelen pillanatnyilag a mezőgazdasági termelőknek ilyen összegre van pályázati lehetőségük. A tegnapi nap folyamán 6 darab új pályázat jelent meg, ennek az összértéke 138 milliárd forint. A legjelentősebb összegű pályázat az az élelmiszerfeldolgozási ipar támogatására jelent meg, az mintegy 151 milliárd forint összeget takar. Ezen a pályázaton azok a mezőgazdasági termelők, mikro- és kisvállalkozók nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek már van egy lezárult üzleti évük, valamint feltétel még, hogy az összes árbevételük legalább felének mezőgazdaságból kell származni. A nem mezőgazdasági vállalkozásoknak is egy lezárt gazdasági évre van szükségük a pályázáshoz. Amire pályázhatnak, ugye mezőgazdasági termékek feldolgozása, Onex 1-es termékek feldolgozása, ami a Teaor 10-11-es kategóriába tartozik, tehát ez az élelmiszerfeldolgozás, illetve az üdítőital gyártás termékekre vonatkozik, kivéve alól a takarmánytáp előállítást, illetve a szőlőbor készítést, valamint a halfeldolgozást. Ezekre a feldolgozási termékekre nem nyújthatnak be pályázatot. A visszanemtérítendő támogatás mértéke 50%, egyéni vállalkozók és kistermelők maximum 500 millió forintig, konzorciumok másfél milliárd forint összegig pályázhatnak. Kovács Lajos arra hívta fel a gazdálkodók figyelmét, hogy folyamatosan tájékozódjanak, ugyanis a kiírásokban egészen a benyújtási határidőig történhet változás.